Kis Ferenc HTV feljelentették Gyurcsány Ferencet március 15-i beszéde miatt, itt az indexes kollégák információk szerint. Mit szólnak hozzá? Minek tekintik ezt a feljelentést? Ugye egy Gulyás Balázs tett ezt a feljelentést, lehet, hogy mindig ezt fordult. Hogyan értékelik ezt? Engedjék meg nekem azt a műveletlenséget, hogy fejből letudjam, hogy ki volt Gulyás Balázs, de hál' Isten az index itt is segített. Ugyanis az előbb beütöttem a hírkeresőbe, és egy korábbi 2001-es index cikket dobott ki a hírkereső vagy a Google, ami leírta, hogy kicsoda Gulyás Balázs, Tornyán József egyik utolsó csaposáról és bizalmasáról van szó, aki 2001-ben az index tudósítása szerint a belgrád rakparti székház elfoglalása és visszafoglalási körüli bohózatban tette egy index kijelentést. Engedje meg, hogy a másik értem a feljelentő személye miatt. A feljelentés tényét azt ne kommentáljam. Igazi vicc, ilyen a Magyarországon is történt. Az a kabaré műfaja. De hogy beszéljek a dologról érdemben, azt hiszem, hogy ez érdekel őket inkább. Hogy mit értünk az alatt, hogy alkotmányos blokkád. Nagyon fontos, azt mondtuk, hogy alkotmányos blokkád. Míg a tisztelt feljelentő blokkádról, míg a kettő között azt hiszem, hogy érdemi különbség van. Amikor alkotmányos blokkádról beszélünk, akkor már azáltal, hogy az alkotmányos szót használjuk, azáltal egy dolgot üzenünk. Semmi törvénytelen csinálni nem fogunk. Semmi alkotmányellenesek csinálni nem fogunk. Azt mondtuk, hogy tisztelettel kérjük az Alkotmánybíróságot, hogy egy nagyon fontos indítványt. Egy alapítvány által benyújtott indítványt, ami arról szólna, hogy nyilván nincs az Alkotmánybíróság, az egész Orbáni rendszer illegitimnek, mivel az alaptörvénynek abban a szakaszában ütközik a működésük. Egyébként az alaptörvénynek ez a szakasza szó szerint benne volt a régi demokratikus alkotmányban is. Hogy senkinek a tevékenysége nem irányíthat a hatalom kizárólagos megragadására, és az ilyen kísérlet ellen mindenkinek törvényes eszközökkel kötelessége fellépnie. Mi ez alapján arra kérjük a tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy tegyen eleget ennek a kötelezettségének, hiszen hogyha ez mindenkire vonatkozik, akkor vonatkozik az Alkotmánybíróságra is. Azt kértük az Alkotmánybíróságtól, hogy lehetőleg ne húzza ebbe az időt, mert fontos, hogy ebben döntsön, ezért jó lenne, hogy 30 napon belül nem döntene, napirendre tűzné ezt a kérdést. Ezt kértük, 30 napon belül tűzze napirendre. Mondja azt, hogy foglalkozni kíván vele majd valamikor. És hogyha ez a 30 nap eredménytelenül letelik, akkor fogunk mi alkotmányos blokkádot kérdetni. De hangsúlyozom, alkotmányos, törvényes. Soha, ahogy korábban nem tettünk törvényelleneset, úgy ezután sem fogunk törvényelleneset tenni. A DK nem a Fidesz, Gyurcsány Ferenc nem Orbán Viktor. Mi nem bontunk kordont, de az törvényelenes. Mi normálisan az alkotmány betűjének és szellemének megfelelően fogunk majd demonstrálni. Részleteiben nem fogom elmondani önöknek most, hogy miről szól az alkotmányos bolygót, egészen egyszerűen van. Ha elmondanám, akkor a Fidesz mindent megtenne majd ennek mondva csinált okokkal való megakadályozására. Gondoljanak arra, hogy nem lehetett tüntetni Magyarországon egy évig a Kossuth téren, mert egy kiállítást rendezett be a kormány, hogy ezt megakadályozza. Ócska indokolt. Gondoljunk arra, hogy március 15-én szinte ellehetetlenült az ellenzék tüntetési lehetősége, mert a kormány szinte minden releváns belvárosi területet lefoglalt demonstráció céljára. Azért nem mondom el tehát részletesen, hogy mit fogunk csinálni a 30 nap letelte után, mert nem szeretném, hogyha ilyen mondva csinált ócska eszközökkel megpróbálna ezt a Fidesz megakadályozni. De a dolog lényege minden törvényes lesz, ezért a feljelentés is értelmezve. Azon túl, hogy
ismerem a magyar nyomozásnak a világát. 2011-12-ben már nem csodálkoznék, hogy az a Polt Péter, aki feljelentések tucatjaiban megtagadta a nyomozást fideszes politikusok, Panama, Mutyi vagy egyéb gyanús ügyeiben, az ebben az ügyben elrendelné a nyomozást. De azért fogja tenni, mert politikailag elfogult. Azért fogja tenni, mert Orbán Viktor rendszerének és Orbán Viktor személyének a kiszolgálója. Lehet, hogy nyomozni fog majd az ügyészség. Én nem csodálkoznék, hogyha így lenne. De ez még semmit nem mond le annak a minősítésnek az értékéből, hogy politikai értelemben kabarénak tartjuk, hogy egy tisztességes, törvényes, és mint hangsúlyoztam még egyszer, tiszteletteljes demonstráció tervét, az bárki terrorcselekménynek szeretné minősíteni. Talán az illetőt kéne megkérdezni, hogy ez a zavaros gondolat, hogy